Kultúrkoffer, avagy házhoz megy a múzeum. Erről fogunk beszélgetni vendégeimmel. Mindketten a Miskolci Herman Otto Múzeumból érkeztek, Vasné Dobák Leonóra osztályvezető és Barsi Csaba múzeumi gyűjteménykezelő. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt vannak. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Nórának ismételtem, mert hogy volt már nálunk korábban, és akkor már a Kultúrkoffer koncepciót egy kicsit előrevetítettük, és hogyha egy picike visszaidézés az időben, akkor talán mondjuk el a hallgatóinak, hogy november elején tartották azt a sajtótájékoztatót, amin közölték a szomorú hírt, hogy az energiaárak emelkedése miatt ugye kényszerűségből a múzeum bezárja kapuit részlegesen, ugye, mert hogy a Pannon-tenger múzeum az továbbra is nyitva áll a nézőközönség előtt. És akkor elmondtuk, hogy kitaláltak egy nagyon jó dolgot, ami ugyan múzeumi körökben egy bejáratott műfaj, talán ez is így elhangzott, ez pedig a Koffer Múzeum, vagy a Bőrön Múzeum, amikor is ugye megpakolják a bőröndöket különböző műtárgyakkal, különböző, hát nem is tudom, majd elmondják önök, hogy mi mindennel, interaktív dolgokkal is azt gondolom, és hát most itt a hírek arról szólnak, legutóbbi vendég a múzeumból, aki érkezett hozzánk, azt mondta, hogy bizony nagy sikere, nagy keletje van a Koffer Múzeumnak. Valóban így van. Most már eltelt közel 3 hónap, és vannak tapasztalataink, nagyon jó tapasztalataink vannak, mind a Kultúrkoffer fogadtatásáról, mint pedig annak a valóságban megtörtént működtetéséről, hiszen még amikor novemberben beszéltünk, akkor ez egy elképzelés volt, és bíztunk abban, hogy a közönség ezt majd szeretettel fogja fogadni. Valóban így lett. Néhány tematikát ajánlottunk. Nyilván ez egy általunk válogatott keret volt. Sokkal több tematika van még a tarsolyunkban, amit a kollégák összeállítottak. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor azt hiszem elmondtam azt, hogy milyen lelkesedés volt múzeumon belül is a koffernek a megtöltésére. Ugye valóban műtárgyak, replikák, de elsősorban azt gondolom, hogy ötletek vannak benne. A tematikákat, a témákat, azoknak a kidolgozását illetően. Amikor elkezdtük, akkor ugye ennek volt egy kényszerű oka, és akkor azt találtuk ki, hogy menjünk ki a múzeum falai mögül, és menjünk el a közönséghez. Az elsődleges koncepció akkor az volt, hogy elsősorban azokhoz először, akik akár a nyitvatartásunk alatt is valamilyen okból akadályozva vannak abban, hogy eljöjjenek a múzeumba. Végig is látogattuk ezeket a csoportokat, nyilván még nem jutottunk el mindenkihez, de ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, azt gondolom, hogy egy részleges nyitvatartás mellett egy múzeum, amik törekszik arra, hogy a közösség része legyen, az hogyan tud kimozdulni a közönség közé, és abba a közösségbe, amelybe tulajdonképpen ez a múzeum működik. Most a jelenről beszélünk ugyan, de hogyha egy picikét a jövőt előrevetítjük, azt mondta, hogy ugye vannak olyan csoportok, akik önhibájukon kívül valamiért nem tudnak ellátogatni a múzeumba, olyan helyzetben vannak, akár egy idősek otthonának, lakóira gondolok, fogunk erről talán beszélgetni. Szóval a kérdésem arra irányul, hogy a Koffer Múzeumi koncepció az majd a nyitás utára is megmarad? Nagyon szeretnénk fenntarthatóvá tenni ezt a projektet. Annál is inkább, mert a közönség kérdéseiből, visszajelzéseiből, igényeiből úgy tűnik, hogy ez egy több pólusú projekt lesz. Az egyik része az a közszolgálat, amit említettem. Nyilván a múzeumnak alapfeladata, kötelezettsége, hogy az egyenlő hozzáférést azt valamilyen módon biztosítsa. Ez egy nagyon fontos szempont. Ugye emellett egy másik fontos szempont az is, hogy a múzeumi szolgáltatásokba ez a Kultúrkoffer koncepció, ez hogy is miképp tud majd hosszú távon beépülni. Mi nagyon szeretnénk fenntarthatóvá tenni ezt a projektet, nagyon szeretnénk, hogyha ez a projekt önmagát eltartaná, és ezáltal eloszlana az a
az a teher, ami a fizető és a nem fizető látogatók vagy közönség csoportokat érinti. Úgyhogy törekszünk arra, hogy a nyitás, a tavaszi nyitást követően is fennmaradjon, és tovább folytatódjon az Utazó Múzeum projekt. És hogyha már siker, akkor nem tudom, mennyire lehet róla beszélni, de talán csak érintőlegesen, itt még a stúdió beszélgetés előtt említette, hogy maga a múzeumi koncepció, a Koffer Múzeum kilépett a vármegye határon, mert hogy olyan meghívásuk van már, hogy az ország teljesen más vidékére is várják önöket majd egy nagy rendezvényre. Igen, tehát ez az, amit mondtam, hogy a közönség is formálja. Most már nem csak egy hagyományos múzeumi bemutató kezd formálódni, hanem akár rendezvényeken egy önálló programelemként is meg tud jelenni ez a kultúrkoffer. Olyan rendezvényeken, amelyek mondjuk valamilyen nagyszabású esemény részei, úgyhogy valóban kilépett a nem csak a múzeum falain a kultúrkoffer, hanem már a megye határokon túl is, és hát reméljük, hogy meg is tudunk majd felelni ezeknek a kihívásoknak, mert azért ez egy komolyabb, összetettebb logisztikai megszervezési feladat is számunkra. Nagyon gazdag tematikát állítottak össze, és mondjuk el nagyon fontos gyakorlati információ, hogy aki szeretne ennek részese lenni, az ugye a múzeum honlapján megtalálhatja a kínálatot. Gondolom, hogy jelentkezni is itt lehet? Igen, vagy a múzeum honlapján, vagy a Kultúrkoffer közösségi oldalán, vagy a kultúrkoffer@gmail.com címre írott levélben is lehet érdeklődni és jelentkezni is. A tematikák közül, amiket most ajánlunk, mindegyik elérhető. Nyilván ezek között van, amelyik nagyobb közönségkedvenc, valamelyik közönségkedvenc, de picikét kevesebben kérik. És van még a tarsolyunkban jó néhány olyan tematika, amik akár mondjuk valamilyen időszakhoz kötődnek, vagy valamilyen jeles eseményhez. Elképzelhető az is, hogy egy teljesen új tematika is adódik, egy teljesen új koffercsomag is adódik majd, mert mondjuk olyan a nézőközönség vagy a látogatóságnak a visszajelzése, tehát amit mond, hogy azért ez egy interaktív dolog. Igen, ez mindenféleképpen, és szerintem a fenntarthatósága is ebben rejlik. A fenntarthatóságának a titka is ebben rejlik. Ugye az ötlet magában, a Bőrön Múzeumi ötlet az nem a miénk. Mi ezt adaptáltuk, ezt a ötletet, de azt gondolom, hogy abban a formában, ahogy a Kultúrkoffer most már működik, és amilyen táblatokat nyitott számunkra, és majd fog még nyitni, és ahogy a közönség is formálja ezt a saját igényeivel, és azzal, hogy kérdeznek, és megpróbálják ők is abba az irányba is elvinni ezt a projektet, ami az ő szükségleteiknek megfelelő. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen eljön majd nem is olyan sokára az az idő, amikor frissíteni kell nyilván a kínálatot, és számot kell vetni azzal, hogy mely projektelemeket kell megtartani, és melyeket kell mondjuk lecserélni. És meg kell, hogy mondjam, hogy ez a kínálat nagyon-nagyon informatív. Én beletekintettem már több alkalommal a múzeum honlapján, és azt látom, hogy egy tematikáról van egy bőséges leírás, amiben maximálisan kiderül, hogy mi fog történni ezen az alkalmon, illetve ottan az ajánlott korosztály is, illetve az az idő, a foglalkozásnak az ideje, amit el fognak tölteni. Tehát például, ha óvodásokhoz, kisiskolásokhoz készülnek, azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos információk. Ezek olyan alapinformációk, amik mondjuk segítenek a tervezésben, vagy egyáltalán abban, hogy milyen irányba induljon el az, aki szeretné megrendelni ezt a szolgáltatást. Nyilván azért ez rugalmasan alakítható. Tehát vannak most is olyan megkeresések, akik kisiskolásoknak, vagy akár nyugdíjasok is kérnek olyan programot, amit mi eleve mondjuk egy jóval fiatalabb korosztálynak gondoltunk, de nekik ez tetszik, és szívesen fogadják. Úgyhogy tulajdonképpen minden rugalmas, ez egy ajánlás, amit ha a közönség figyelembe vesz, akkor természetesen milyennek megfelelünk, viszont szabadon alakítható minden.
Nagyon röviden fussuk át, jó? Gyorsan, hogy ne szaladjon el nagyon az időnk a egyes tematikát. Itt én néhányat kijegyzeteltem magamnak, mi volt előbb a dinó, vagy a tojás, ugye így kezdődik, és aztán tegye meg Nóra, hogy folytatja a sor, csak nagyon röviden, jó? Segítek természetesen, Földön járó csillagok, a Magyar Színház kezdetei, vagy a papírszínházi bemutató nekem felkeltette az érdeklődésemet, mert minthogyha egy kicsit kezdenél reneszánszát élni? Igen, próbáltunk természetesen elsősorban a gyűjteményeinkre alapozottan kidolgozni tematikákat. Tehát azok, amik megjelentek most a Kultúrkofferben, azok elsősorban olyan témák, amikhez van valamilyen gyűjteményi tartalom. Ez alól egy picit kivétel a papírszínház, mert hogy ez tulajdonképpen egy kiadvány, amit egyébként a Grafit Galéria boltunkban meg tudnak vásárolni, és ez egy nagyon régi hagyományra visszatekintő, tulajdonképpen otthon is lejátszható papírszínház, ami többféle mese. Mi egyet emeltünk ki ebből, de ennek van legalább még 5 vagy 6, vagy akár még több világmeséje, amit tulajdonképpen, ha valaki megvásárol, akkor otthon ezeket lehet mesélni. Ilyen módon lehet, hogy a óvodapedagógusoknak vagy tanítóknak adnak önök ötletet, hiszen ez az iskolába is egy jól bevihető technika, módszer. Mindenféleképpen, mert ugye a mese az mindig valahogy minden életkorban fontos, mindig elő is kerül. A mesélés tudománya, azt gondolom, hogy az legalább olyan fontos, hogy valaki jól és értő módon meséljen, ahhoz, hogy értő módon lehessen hallgatni azt. Úgyhogy ez a papírszínház, ez többféle műfaj találkozása. Igaz, hogy ha jól emlékszem, Lázár Ervin mese van benne, és néhány világmese, de nagyon, nagyon érzékletesen és remek grafikával játssz el, mutatja be azt a történetet, amiről szó van. Úgyhogy igazából az óvodás korosztálynak ajánljuk, de szerintem bárkinek, aki szereti a meséket. Majd ez is kinövi magát, gondolom, igen, ahogy igen. Megyünk előre az időben. Folytassuk a tematikát, de már adjuk át a szót Csabának. A múzeumi gyűjtemény kezelőnek milyen dolga van a Koffer Múzeummal? Talán egy kicsit sablonos ez a kérdés, de nem tudok elmenni amellett, hogy amikor bejött a stúdióba, akkor azt mondta, hogy nem tiszteletlenségből visel kalapot, és egy nagyon szép mellény is van az ingén. Tegye meg, hogy egy kicsit beszél erről a viseletről, mert gondolom, hogy a Koffer múzeumi koncepcióban ez is teret kap. Igen, én a gyűjteménykezelése mellett két olyan csomagot vállaltam ebben a Kultúrkofferben, ami személyesen kötődik hozzám. Az egyik csomag az a pásztor kultúráról szól, a másik csomag pedig a pityke kutatásomról, annak eredményeiről, és azt próbáltam beleépíteni ezekbe az előadásokba, hogy nyilván, ha megjelenek valahol, akkor a megjelenésem is mutassa, hogy mivel érkeztem. Úgyhogy most egy pásztor öltözetnek a darabjait viselem magamon, a kalap elhagyhatatlan, illetve a pitykés mellény is fontos tartozéka ennek, óralánccal, kis függővel, igen, lovacskával. Igen, nagyon igényes a viselete, éppen a lovacskára tekintettem is az előbb, amikor egy fotó készült rólunk, akkor azt mondta, hogy annak a helyén kell állnia, és megfordította, szóval a visel, az, hogy hogyan viseljük, nyilván az is nagyon fontos. Nagyon figyeltek erre az elődeink, tehát a pásztorik is, hogyha elmentek egy olyan eseményre, ami nekik ünnepnap volt, akkor igenis úgy készültek erre, hogy az öltözetüket abszolút rendezték. Tehát mindenkinek volt egy hétköznapi viselete és egy ünnepi viselete. Ha egy pásztor találkozón, egy vásáron megjelentek ezek a pásztorok, akkor arra külön botot vettek elő, tehát volt az ünnepi botjuk és az ünnepi öltözetük. Tehát a pásztor jelvényei olyankor még inkább a minőségibb felé tolódnak el. Na most, amit szerettem volna a két előadással kapcsolatosan, jobban mondva a pásztor kultúrát volt alkalmam elvinni több helyszínre, megemlíteni, hogy ennek az lehet nagyon nagy erénye, hogy tulajdonképpen a kultúrát
elvisszük oda, ahol az emberek otthonosan érzik magukat. Tehát érdekes dolog, vagy nagy váltás, hogy ha ők jönnek a múzeumba, akkor nekik az egy más ráhangolódást jelent. Akkor, mikor mi megyünk oda, az ő személyes terükbe, és ez a személyes szó is nagyon fontos ebben a kultúrkofferben, hogy a múzeumban is általában akkor szeretünk látogatást tenni, hogyha ott olyan személyes élményeket kapunk. Nagyon sok olyan vidéki múzeum van, ahol a tárlatvezetők olyan személyesen kapcsolódnak a gyűjteményi anyaghoz, a kiállított anyaghoz, hogy akkor valami pluszt kapunk, valami többet kapunk, és fontos az a fajta kapcsolódási pont, hogy megérkezünk valahová, és nem csak a tárgyakkal találkozunk, nem csak a műtárgyakkal tudunk megismerkedni, hanem van egy személy, aki összeköt bennünket a műtárgyakkal. Na most ezt a személyességet tudjuk a kultúrkofferben még inkább felerősíteni. De ez egy kihívás is a múzeumi szakembernek, hogy elmenni egy idegen helyre, és azt egy kicsit akár itt 35-40 perc alatt úgymond belakni? Nyilván mindenkinek más. Nekem van egy ilyen előadói művészeti tevékenységem, ami nyilván megalapozza azt, hogy én zenével, tánccal foglalkoztam hosszú időn keresztül, illetve foglalkozom ma is. Tudom, hogy nagyon fontos ezeket a kapcsolatokat úgy kialakítani, hogy jobban befogadható legyen a kultúra. Beszélgettünk erről a kultúrkofferrel kapcsolatosan polgármesterrel is, és azt próbáltuk erősíteni a polgármesterben, hogy ma már annyiféle reklám bombázza az embereket, és így elsiklik a figyelem a múltbéli kultúránk felett, és milyen jó, hogyha mi ezt a reklám hadjáratot ugyanúgy megtesszük, úgyhogy valószínű, hogy az is működővé tette ezt a kultúrkoffert, hogy amikor mi elmegyünk, akkor készülnek felvételek, videó, fotófelvételek, és azokat közzé tesszük. És látják az emberek, hogy fú, itt valami érdekes, valami újdonság látható a képeken, és nyilván ez felkelti az érdeklődést. Az érdeklődés aztán a vágyat, és így halad előre ez a dolog, és így jut el egészen távoli helyekre. És ezzel a két tematikával, amit említett, amelynek részese volt, hova tudtak elmenni, hova hívták önöket? Mi volt a célcsoport? Nekem három különböző lehetőségem volt. Volt egy rendezvény, egy városi rendezvény, amire elvihettem. Volt egy szakmai tanácsadás, ahova azért hívták meg, hogy ne a szakmával indulja maga a szakmai tanácsadás, vagy nem is tanácsadás, ilyen évzáró volt, és több idős otthonban jártunk ezzel a pásztorkultúrás anyagunkkal, és nagyon érdekes volt, hogy a kicsi gyerekek a nyilvános rendezvényen látták, hogy ez érdekes, de az egészen picik. De nem tudják megérteni, hogy mi az, hogy juhászkampó, mi az, hogy kóstökzacskó, nem találkoztak ezekkel. Ezt látni kell. Ezeket látták, és volt olyan kis legény, aki, amikor vége lett az előadásnak, csak annyit mondott, hogy szerbusz, majd akkor holnap is gyere, és hozd el ezeket a játékokat, amit ma elhoztál. Igen. Tehát, hogy a gyerekek így tudták befogadni. Az időseknek pedig rengeteg olyan élményük van, ami előjön ezek hallatán. Ugye a pásztorkultúrában rengeteg olyan elem van, hogy a különböző pásztortípusokat is meg lehet mutatni, az ő tárgyaikat, az ő viseletüket, az ő szokásaikról lehet beszélni, arról lehet beszélni, hogy ők mennyire közel vannak még a természethez, tehát nyilván egyfajta gondolkodást is meg lehet mutatni, hogy mi a mindennapoknak a sűrűjében már elveszítettük azokat a fontos tudásokat, aminek ők még birtokában vannak. És a múzeum névadójához méltóan van két olyan tematikájuk is, ahol ugye Herman Otto munkássága visszacseng, legyél te is Herman Otto, illetve Herman Otto vendégségben. Hát gondolom, hogy ezek is nagyon kelendő programok. Egy utolsó kérdésem maradt időnk, mindkettőjüktől várok talán egy-egy mondatot. Várható-e a kultúrkoffer koncepciót
feladattól az hosszú távon, hogy majd, amikor a múzeum falai megnyílnak ismételten a látogatók előtt, akkor egy kicsit több látogatót vonzon a múzeum, mert hogy azt mondják gyerekek, felnőttek egyaránt, hogy amit láttam a magam kis környezetében, azt szeretném megnézni a múzeumban is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen, mert akik távol maradnak a múzeumtól, annak nagyon sokféle oka lehet. Nem feltétlenül csak a fizikai akadály. Lehet ez egy olyan lelki vagy szellemi akadály, ami pontosan a kultúrkoffernek a hatására majd így eloszlik. És mi bízunk abban, hogy ez a program amennyire kedves, szerethető, most már azért több száz résztvevőn vagyunk túl, legalább annyira fontos funkció, hogy érzékenyít a múzeum felé. És minket a közönség felé is természetesen. És gondolom a helyszíni tapasztalatok is ezt igazolják. Én is arra gondolok, hogy a kapcsolattartásnak ez egy lehetősége. És hogyha mi tartjuk a kapcsolatot a közönségünkkel, akkor ők is bátrabban fognak hozzánk jönni és hozzánk fordulni bármivel. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. A Kultúrkoffer sikeréről beszélgethettünk a Herman Otto Múzeum két munkatársával, Vasnik Dobák Leonórával és Barsi Csabával. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük.